Mit szólnál hozzá, ha megtanítanánk arra, hogy hogyan készíts saját egyedi színezőt? Akár olyat, ami egy jól sikerült nyaralás emlékét idézi fel benned. Vagy olyat, amin a saját gyermeked, unokád vagy barátod arcképe szerepel. Vagy olyat, amin a saját kerti virágaidat örökíted meg. Mostanában nagyon sokan kérdezik tőlünk, hogy mit szólunk a felnőtteknek szóló színezőkhöz. Egyrészt azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon szuper dolog. Rengeteg gyönyörű minta, és mint minden alkotó tevékenység, a színezés is megadja a léleknek a megnyugvást, az elmének a pihenést. Valóban felemelő érzést csinálni. Viszont művészi szempontból van három hátránya a felnőtteknek szóló színezőknek. Akár megvettél már egy színezőkönyvet, vagy letöltöttél egy előre gyártott színezőt a netről, mindig ott marad a képen a fekete kinyomtatott kontúrvonal. Nem tudod eltüntetni, nem tudod kiradírozni. Most nézd meg, neked melyik kép tetszik jobban, a kontúrozott, vagy az, ahol nincs kontúr? Az előre gyártott színezők esetén mindig probléma a rajzlap minősége. A színezőkönyvek lapjának minősége messze elmarad az igazi művész kartonokétól. Nézd csak, itt ugyanazt az egyszerű rajzot készítettük el két különböző lapra, hogy érzékeltessük a különbséget. Látod, nem mindegy, mire dolgozol. Az előre gyártott színezők mintáját már valaki más kitalálta, megrajzolta, és így nincsen benne a te egyediséged, személyes kapcsolódásod a képhez. Bizonyára most az jutott az eszedbe, hogy jó-jó, de nekem semmi ötletem sincs, és különben sem tudok rajzolni. Van egy jó hírünk. Az egyedi színezők elkészítéséhez nem kell tudnod rajzolni. Mert mutatunk egy egyszerű trükköt arra, hogy hogyan lehet akár a legbonyolultabb képet is előrajzolni, maximum egy óra alatt. Ez a trükk még azoknak is hasznos lehet, akik egyébként tudnak rajzolni, de szívesebben töltik az idejüket a színezéssel, festéssel, pasztelezéssel, ahelyett, hogy órákat töltenének az előrajzolással. Apropó színezés, olyan könnyűnek tűnik, igaz? Hiszen már óviskorunkban is volt színeszeruza a kezünkben. Mégis számtalan hiba van, amit kezdők előszeretettel elkövetnek. Az egyik ilyen, hogy nem keverik a színeket. A másik, hogy túlságosan rányomják a ceruzát. A harmadik pedig, hogy túl nagy területeket színeznek ki ugyanazzal a színnel. Ettől olyan gyermeki lesz a végeredmény. Nézd csak, megmutatjuk, hogy mire gondoltunk. Így színez egy kezdő, így pedig egy haladó. Neked melyik tetszik jobban? Szeretnél te is megtanulni így színezni? Akkor feltétlenül nézd tovább ezt a filmet, mert összegyűjtöttünk 7 különböző színes ceruzát, és legújabb online oktatóanyagunkban meg is mutatjuk, hogyan kell használni őket. A 7 színes ceruzát 2 csoportra osztottuk. Az egyik csoportba azokat a ceruzákat tettük, amik vízzel oldhatóak. A legismertebb közülük az akvarell ceruza. De ide tartozik még a tinta ceruza, a színezett szén ceruza, és a metál ceruza is. A másik csoportba a vízzel nem oldható, klasszikus színes ceruzákat tettük, mint például a puha Colorsoft ceruza, a természetes színeket tartalmazó drawing készlet és a pasztel ceruza. Attól függően, hogy a rajzodban milyen hatást szeretnél elérni, vagy éppen milyen témát szeretnél feldolgozni, érdemes a különböző ceruzák közül válogatnod. Figyelj most jól, mert megmutatjuk, melyik ceruzával milyen képet érdemes készíteni. Az akvarell ceruza kiválóan alkalmas tájképek és portrék megrajzolására. A tinta ceruzának óriási előnye, hogy ragyogó színei vannak, azonban kizárólag gyakorlott rajzolóknak ajánljuk. A színezett szén ceruza pedig egy csoda. Igazán könnyű vele bánni, és igazán különleges képeket lehet vele készíteni. A metál ceruzának a fémesen csillogó színei még a gyerekeket is könnyen megikleti. A klasszikus színes ceruzával gyakorlatilag bármilyen rajzot el lehet készíteni, a lényeg, hogy ismert a színes ceruza két alapvető technikáját. A drawing ceruza elsősorban állat és emberportrék elkészítésére a legalkalmasabb. A pasztel ceruza igen sok oldalon használható, de másképp kell vele bánni, mint a többi színes ceruzával. Ebben a legújabb online oktatóanyagunkban mind a 7 színes ceruza típust részletesen bemutatjuk. Megmutatjuk, melyik ceruzával hogyan kell bánni, mik a fő különbségek és mik a hasonlóságok. Mit csinálj, ha nincs a készletedben éppen olyan szín?
melyikkel hogyan kell színt keverni. Melyik ceruzafajtát hogyan tudod kijavítani? Megmutatjuk, mi a rétegezés technika. Hogyan használd az ecsetet? Milyen az összemosás technikája, amivel igazán festői képeket tudsz készíteni ceruzával. Hogyan meríts ötletet a saját színező elkészítéséhez? Megtanulod, mik azok a kompozíciós elvek, amik segítségével te is könnyedén elkészítheted a saját színeződet. Hogyan valósítsd meg a saját elképzelésedet, amitől igazán egyedi és személyes lesz a rajzod? Ne aggódj, ha nem tudsz rajzolni, mert két külön fejezetet szántunk az előrajzolás módszereire. Az egyiket azoknak, akik egyáltalán nem tudnak rajzolni, viszont szívesen színeznek és szeretnének készíteni saját egyedi színezőket. A másikat pedig azoknak, akik már tudnak rajzolni, nem idegenek számukra az olyan kifejezések, mint tengelyek vagy negatív tér, és szeretnék elsajátítani a színes ceruzás rajzolás trükkjeit is. Most pedig nézd meg eddigi tanítványaink színes ceruzás rajzait. Magad is láthatod, hogy nálunk valóban megtanulsz a különféle színes ceruzákkal bánni. Nincs más hátra, látogass el a weboldalunkra, válassz a különböző csomagok közül, és rendeld meg ezt az egyedülálló tananyagot.